Virágos terasz szeretne kialakítani ennek a vásárlónak a lánya otthon. Tele is lett a kosár vidám színű virágokkal. Nem véletlenül választották ezeket a növényeket. Elsősorban a színei miatt, meg az ismerős kertészünk ajánlotta, mint kezdő virágosnak. Kovács Lajos őstermelő 12 éve jár piacokra, vásárokba, kiállításokra növényeivel. Erre a dísznövény kiállításra és vásárra is szívesen jött. Az árakat nem emelte idén. Nagyrészt szukkulensek vannak, de azért vannak trópusi növények is, és egyéb fajta növények is. Itt vannak aknisztusz, meg egyéb, ami szintén nagyon szép virágos növény, ami egész évben virágzik. És ez is az összes szukkulens mindig virágzik, minden évben. Baranya különböző településeiről és az ország távolabbi vidékeiről is érkeztek kertészek, mint például Budapestről, Komáromból, a dunántúli régióból is. 34 kiállító árus, valamint a botanikus kert is biztosítja a növényeket a látogatók számára. A pandémiás időszak és a kimaradt évek nem tettek jót a mindig gazdag színpompás kiállításnak. Elég rövid idő állt rendelkezésre a szervezésre, itt a pandémiás helyzet miatt. A meghívottak közül sajnálatos módon sokaknak vissza kellett mondania ez miatt is, mivel nem tudtak előkészülni olyan mennyiségű növényanyaggal, vagy egyáltalán nem tudtak hozni semmit se, mivel hogy ők is úgy készültek, hogy bizonytalan ez az egész, hogy meg lesz-e tartva, és hogy tudnak-e egyáltalán valamit hozni. Úgyhogy most egy 2 év kihagyás után én azt gondolom, hogy ilyen kicsit szűkebben családias környezetben is, de nagyon jó, hogy megtörténik ez az esemény. És bízunk benne, hogy a jövő évben pedig már teljes 100%-on tudjunk ezt üzemeltetni. 50%-kal kevesebben állítottak ki idén, azonban így is volt szép kínálat, és sok érdeklődő vásárló a 14. dísznövény kiállítás és vásáron a PTE Botanikus Kertjében.